Következő napi rendünk közétkeztetési pályázat kiírása. Pilis Csaba Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete 2013. szeptember 10-én megtartott ülésén 161/2013. szeptember 10-i határozatával úgy döntött, hogy a közétkeztetési pályázat nyertesének a Liget Főzőkonyha Kft.-t nevezte meg. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi 108-as törvény 120 paragrafus C pontja értelmében e törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő a 4-es melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra. Tekintettel arra, hogy a közétkeztetés nettó 60 millió forint összegű értékhatárig nem igényel közbeszerzési eljárást, egyszerű pályázati felhívás útján lebonyolítható az eljárás. Tudomásom szerint a pénzügyi ellenőrzési bizottság ezt tárgyalta ezt a kérdést. Ez szerint javaslata is volt, ami kitüldött javaslatunk, azt szerintem azonos, de András, kérlek, ugyanaz. Kérdés esetleg van-e valakinek? Igen, annyi kiegészítést még tennék, hogy ha 2014. június 18-án közé tesszük a hirdetményt, 20 nappal 2014. július 7-én lejár, és a képviselőtestület a benyújtást követő testületi ülésen már döntést hozhat a nyertes pályázóval történő szerződéskötésről. Ez egy további információ. Hasonlítom, hogy a web ugyanazt. Megnézted, András, ugyanaz a határozat? Elolvasod, én is nézem, és szerintem. Jó, rendben. Pilis Csaba város önkormányzata képviselőtestülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési törvény 2011. évi 108-as törvény 120 paragrafus C pontjára figyelemmel a közétkeztetési szolgáltatás biztosítása céljából a pályázati felhívás közétkeztetésre vonatkozó pályázati felhívást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal kiírja. Azonos? Akkor aki elfogadja, kérem jelezze. 6 egyhangú szavazat. Köszönöm. Következő napi rendi pontunk beszámoló a KEOP 1.2.0/B/10/2010/20-as számú Pilis Csaba szennyvíztisztításának kapacitásbővítése című pályázat megvalósulásáról. Megadom a szót a intézményvezető úrnak, bocsánat. Köszönöm a szót, alpolgármester asszony. Röviden beszámolnék az elmúlt időszakra, ami az utolsó beszámoló óta történt. 2011. március 10. napján a közbeszerzés értesítőben megjelent a kivitelezésre vonatkozó hirdetmény. Az ajánlattételi határidő lejártáig, amely április 14 volt, 3 ajánlattövő nyújtott ebbe ajánlatát. A hídépítő ZRT és a hídépítő ZRT, mint közös ajánlattevők, a Strabag MML Kft., valamint a Veolia ZRT. Ezek után hiánypótlásra is sor került, ahol határidőre hiánypótolt mind a 3 ajánlatadó. 2014. május 5-én megtörtént a bírálóbizottság ülés is, ahol a bírálóbizottság javaslata volt, hogy mind a 3 ajánlatadó eredményesen szerepelt, és ezek közül a legkedvezőbbet a Strabag MML Kft. Mint ajánlattevőt tette. A bírálóbizottság döntése után a teljes dokumentáció beküldése került a közbeszerzési felügyeleti főosztály részére, ahonnan 2014. június 6-án megérkezett a közbeszerzési szabályossági tanúsítvány. Ezek után 2014. június 10-én egy rendkívüli ülésen a képviselőtestület is jóváhagyta a bírálóbizottságnak a javaslatát, ezután az írásbeli összegzés az ajánlattevőnek kiküldése került. Ez azt jelenti, hogy amint letelik a 10 napos szerződéskötési moratórium, tehát a másik 2 ajánlattevő
az nem támadja meg a közbeszerzést, akkor szerencsés esetben jövő hét folyamán aláíródhat a kivitelezési szerződés. Ami azt is vonza magával, hogy hosszas-hosszas előkészületek után elindulhat a szennyvíztelepnek az építése. Annyival még kiegészíteném, hogy a 10. kifizetési kérelem is benyújtásra került. Köszönöm. A kivitelezés elkezdéséhez született egy döntés, és tulajdonképpen egy megállapodás is, ha jól tudom, némi területvásárlásról. Szeretném kérdezni, hogy hogy áll eznek az ügye. Kis Veronikát kérem meg. Köszönöm szépen. Ugye az eladóval a mai napon is folytatunk tárgyalásokat. A szerződés tervezet elkészült. Egy apró technikai akadálya volt csak az aláírásnak, ez pedig, hogy a földtörvény módosítása értelmében csak egy speciális papírra lehet nyomtatni a szerződést, illetve át kell fűzni a nemzeti színű szallaggal, és sajnos az ügyvéd úrnak nem volt itt jelen, úgyhogy megállapodtak abban az eladóval, hogy jövő hét kedden kerül aláírásra a szerződés. András? Hát, inkább tragikomikusnak mondanám ezt a helyzetet, de hát remélem keddig meg lesz. Én mindig hangsúlyozom, hogy ez a területvásárlás, ez befolyásolhatja azt is, hogy fizikailag elkezdődjön a kivitelezés, és ha emiatt nem tud, akkor az egész projekt egyébként be fog bukni. Tehát ez, én mindig is ezért hangsúlyozom és hajtom, hogy végre már vegyük meg azt a telket, kerüljön ennek az ügynek a pontnak, úgy erre az ügyre, tehát a pont a végére, mert hát azért ez most emlékeim szerint valahogy így, nem tudom, szeptember, október, november, tehát 2013-ban kezdődött el, hát be kéne fejezni, köszönöm szépen. Köszönöm, további kérdés? Dezső? Ez a ajánlat itt 122-valahány millió nettó ár. Ugye? Gondolom, hogy ennek mennyi az ön része? Tehát mennyi az, ami Pilis Csabának az ön része ebben a beruházásban jelen pillanatban? Ez nettó ár. A pályázat az 80-20%-os intenzitású jelen álláspont szerint, tehát a 422 milliót, ha visszaszorzom, satszolni, most nem tudom pontosan mennyi jön ki, 85 millió forint. Az, ami kiegészíteném, az amúgy a beszámolónál a korábbi tájékoztatásoknál is szerepelt, hogy mi januárban indultunk ezen az úgynevezett intenzitás növelő pályázaton, ahol a 80%-os támogatási intenzitás felemelhető 90-90% fölé. Erről még hivatalos tájékoztatást nem kaptunk, tehát ez befolyásolja majd később az önerő mértékét is, amint ez a megfelelő minisztériumi szinten eldöntésre kerül. Stjavora képviselő úr. Pontosítanék, tehát 105 millió forint az ön rész. Netto, igen. És intenzitás növelést követően ez körülbelül olyan 28 millióig tud lemenni. Jó, további kérdés? Elvileg mind a két bizottság tárgyalta, elfogadta. Pilis Csaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete, a KEOP, kötőjel 1.2.0 per B, kötőjel 10, kötőjel 2010, kötőjel 20 jelű projekt megvalósulásáról és pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. Aki elfogadja, kérem jelezze. 6 egyhangú. Köszönöm. Következő napirendünk szintén pályázottal, vagy projekttel kapcsolatos beszámoló a KMOP 4.6.1, kötőjel 11, kötőjel 2012, kötőjel 34 számú. A Pilis Csabai Napsugárovoda, a Klotildligeti Tagovoda felújítása, korszerűsítése témában. Szintén megadnám az intézményvezető úrnak a szót. Szépen. Ugyanúgy az eltelt időszakra térnék ki. A kivitelezés az 2014. március 3-án elkezdődött, azóta folyamatosan dolgozott a vállalkozó. Az előterjesztésben szerepel az is, hogy a szerzés alapján a vállalkozó jogosult volt előlegkérelem benyújtásra, amely sajnos
elég nagy csúszással érkezett meg a kivitelező részére. Ennek az volt az oka, hogy 2014. április 15-én a közreműködő szervezeti feladatokat a Magyar Gazdaságfejlesztő Központ látta el 2014. április 15-ig, utána pedig a támogató képviseletében a ProRégió Nonprofit Közhasznú Kft. Vette át. Ezek az átszervezések annyira elhozottak a közreműködő szervezetek között, hogy elég nagy fennakadásokat és határidő csúszásokat jelentett az előleg kifizetésében, mely 45 napos késéssel érkezett meg a vállalkozó részére. Éppen ezért még korábban 83/2014-es számú határozatában a képviselőtestület döntött a vállalkozóval kötött szerződés módosításáról, amely pont azért, mivel késett az előleg, ez erre vonatkozóan az ütemezésre vonatkozott. Az előterjesztésben pontosan meg is van említve, hogy miben változott a vállalkozói szerződés módosítás, azonban ekkor még az előleg még mindig nem érkezett meg a vállalkozó részére, amikor döntött a testület az ütemezésről, és egy rendkívüli testületi ülésen az önkormányzat képviselő testülete döntött arról is, hogy a Lőrinci Kft.-nek a kifizetési kérelmek csúnya szóval megsegítésére 10 millió forintos keretösszeget biztosít. Ez a keretösszeg egy kölcsönszerződéssel jönne létre, erről még testületi döntés nem született, itt még az egyeztetések folynak a feltételekről, erről a közeljövőben várható döntés. Köszönöm. Szépen, további kérdés? A pénzügybizottság tárgyalta, elfogadta, úgyhogy nekünk is Simon Gyula tanácsnokot. Akkor még a határozati javaslat előtt egy kérdés, hogy körülbelül hány százalékon áll az óvoda készültségi szinten? Az első része már beérkezett, tehát a 25%-ot már meghaladta, azóta körülbelül olyan 30-35% körül van. Ez a kis fennakadás a véghatáridőt a vállalkozó álláspontja szerint nem befolyásolja, illetve nem döntően befolyásolja. Köszönöm. A kivitelezésnek a befejezési határideje az 2014. szeptember 29. Köszönöm a választ, én tudom a határidőt, csak a nézők kedvéért gondoltam, hogy mondjuk el, tehát köszönöm. Jó, köszönjük a választ. Jelű projekt megvalósulásáról és pénzügyi helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. Kérem, aki elfogadja, jelezze. 6-1 hangú szavazattal elfogadtuk. Köszönöm. Következő napirendi pontunk beszámoló a szilárdburkolatú utak kátyúzási munkáiról, valamint a nem szilárdburkolatok javításáról. Hát megadnám az intézményvezetőnek a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót. Idén is minden évben megtörténtek a szilárd burkolatú utaknak a javítása. A vállalkozóval 2014 áprilisában aláíratott a szerződés. A teljesítési határidő május 14-e volt. A vállalkozó május 14-én készre is jelentette. Ezután történt egy bejárás, ami alapján egy hibafelvétel történt, amik ezek után kijavításra kerültek. Összegezve az elvégzett munkák tételesen 466 négyzetméter kátyúzás történt, és 68 négyzetméter útsüllyedés helyreállítás. A teljes összeg az bruttó 4.880.686 forint. Az előterjesztés melléklete egy részletesebb táblázattal utcánként részletezve vannak a mennyiségek. Annyival még kiegészíteném, hogy a kivitelezési feladatok forrása az az intézmény költségvetésében az egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások sorából biztosítható, ahol itt egy 6,5 milliós keret volt meghatározva. Köszönöm. Kérdés esetleg? Hozzászólás?
Jó, hogyha nincsen, akkor a határozati javaslatunk egy elfogadásról. Pilis Csaba város önkormányzat képviselő testülete Pilis Csaba belterületi utak kátyúzási munkálatainak beszámolóját elfogadja. Aki elfogadja, kérem jelezze. 6-1 hangú szavazattal elfogadtuk. Köszönöm. Következő napi rendi pontunk Pilis Csabai polgármesteri hivatal és a Pilis Csabai napsugárovoda alapító okiratának módosítása. Előterjesztő a jegyzőasszony. Köszönöm szépen, ez egy sokat látott napirend. Polgármesteri hivatal esetében 2013. októberben, novemberben, az idén márciusban is tárgyaltuk ezt a napirendet. Remélem, most már végére érünk. Azért van itt ezelőttünk, ez egy technikai megoldás korrigálása képpen. 2014. ugye márciusban elfogadtuk a korábbi alapító okiratot, amely jelenleg hatályos, ugyanis a jogszabály értelmében ez a 68/2013-as NGM rendelet módosult, amely alapján ugye kormányzati funkciók lettek a korábbi szakfeladatok és szakágazatok megnevezése helyett, és egyes ilyen kormányzati funkciók kitiltásra kerültek, illetve funkciók külön váltak, és ezek új számot kaptak. Az előtte terjesztéshez mellékelve lett az alapító okirat egységes szerkezetben, illetve a módosítás. A módosításból látható, hogy a polgármesteri hivatalnál 3 tétel, illetve a napsugárovodánál még szintén néhány tétel módosításra került. Igazság szerint csak a kormányzati funkciók megnevezése, illetve a számozása változik. Szükséges elfogadnunk ahhoz, hogy törvényesen tudjunk működni. Külön határozati javaslatban szerepel ugye a polgármesteri hivatal és a napsugárovoda alapító okirata, és remélem, hogy ezzel most már befejezzük az alapító okirat módosításokat. Köszönöm. Bár az oviét nem, mert ugye szeptemberben újra módosul az új óvoda miatt. Köszönöm. Kérdés esetleg bárkinek. Akkor itt is két külön határozatban döntünk. Pilis Csaba város önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 195-ös törvény 8 paragrafus 5 bekezdés alapján továbbá az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011-es december 31-i kormányrendelet 5 paragrafus 1 bekezdésének megfelelően a Pilis Csabai polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidő azonnal, felelős polgármester végrehajtás előkészítésért felelős jegyzőasszony. Aki elfogadja, kérem jelezze. 6-1 hangú szavazattal elfogadtuk. Pilis Csaba város önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 195-ös törvény ugyanazon törvényi meghatározás alapján Pilis Csabai napsugárovoda alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Aki elfogadja, kérem jelezze. Ugyanaz? Nem ugyanaz? Ugyanaz. Csak külön kell szavazni. Igen, aki egyetért, kérem jelezze. Még egyszer, bocsánat, nem figyeltem. 6-1 hangú, köszönöm. Következő napirend Pilis Csabai polgármesteri hivatalban 2014. évi igazgatási szünet elrendelése. Én szeretném átadni a szót a igazgatási iroda vezetőasszonynak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ugye az igazgatási szünet elrendeléséről a Pilis Csabai polgármesteri hivatalban. Igyekeztem az előterjesztésben minden indokot felsorakoztatni, illetve a jogszabályi hivatkozásokat is. Ugye látszik, hogy a jogszabályi alkotók központi szinten is az igazgatási szünet intézményéről rendelkeztek, ezt mind ugye a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben, illetve ahhoz kapcsolódóan egy kormányrendeletben is szabályozva van. Ugye fontos azt tudni, hogy leírtam az előterjesztésbe is, hogy ugye a közszolgálati tisztviselők több kivehető szabadsággal rendelkeznek, mint az egyéb foglalkoztatottak. Nagyon fontos tudni, hogy ugye sok feladat áll a polgármester hivatal dolgozói előtt a nyár vége felé, ugye elsősorban a választások, illetve hogy itt előbb ugye már képviselő úr is említette, hogy ugye bankot váltunk, így ugye az adózókat ki kell értesíteni az új bankszámlaszámról. Ez nagyságrendileg 6-7 ezer
kiértesítési levelet jelent, amit ugye az adóosztály egymaga nem tud elvégezni, így segítséget igényel a hivatal többi osztályán dolgozó kollégáktól is. Nagyon fontos azt tudni, ami nyilván ugye a lakosságot is érinti, hogy az, hogyha az igazgatási szünetet reményeink szerint a képviselőtestület elfogadja, ez amúgy egy július 21-től augusztus 1-ig terjedő időtartamot jelentene 10 munkanapban, a lakosság akkor sem maradna úgymond ellátás nélkül, tehát az ügyeletet mindenféleképpen megszerveznénk, ugye ami a legfontosabb, ez az anyakönyvi ügyelet, ez mindenféleképpen lenne, illetve itt az osztályvezető asszony kolléganőmmel már egyeztettünk arról, hogy minden osztályról lenne benn a két hét folyamán mindig ügyelet, tehát bármi probléma adódna, azt meg tudnánk oldani, tehát ez nem fordulhat elő, hogy a lakosság idő valamilyen problémával és arra nem kapna valamilyen választ. Nagyon szeretnénk ugye ezen túl a hivatalban még egy úgynevezett tisztasági festést is elvégezni, mert erre nem volt hosszú ideje óta lehetőség. Ez ugye az igazgatási szünet alatt szintén meg tudna történni, illetve ugye még itt tájékoztató jellege az előterjesztésbe a bennmaradt szabadságnapok is feltüntetésre kerültek. Ebből láthatja a képviselőtestület is, hogy nagyon sok kollégának 30 vagy akár 40 szabadsága is benn van még, amit az év folyamán ki kell adni. Én arra szeretném kérni a képviselőtestületet, hogy mindenféleképpen egy konstruktív vita, beszélgetés legyen erről az előterjesztésről, és nem szeretném azt, hogy egy esetleges nem válasz esetén mindenféle javaslat nélkül ez elutasításra kerülne. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés? Petárdi András? Én megpróbálok konstruktív lenni, ígérem. Kezdem a nem konstruktív részével. Tehát az, hogy 6-8 ezer levelet meg kell címezni, és ez akkora munka, szerintem nem, ezen vitatkozhatunk. Én úgy gondolom, hogy nem az. De nem is ez a lényeg ebbe az előterjesztésben, hanem valóban szerintem indokolt ez a fajta szünet akkor, hogyha egyébként az ügyfél fogadás, tehát az, hogy ha valakinek van valamilyen kérelme, bejelentése, tehát az ügyeknek a fogadása, vagy a tisztelt polgároknak a fogadása az egyébként megtörténik. Nekem inkább azt mondom, hogy a másik kérésem az volna, hogyha ez így megszavazzuk mondjuk ezt az időszakot, akkor az, aki nincs berendelve úgymond ügyeletre, annak kötelezően szabadságra kell mennie. Tehát én azt nem szeretném látni, amit idáig már sajnos én itt a múltban egyszer-kétszer láttam, hogy egyszer csak itt decemberben fölmerül, hogy még a kollégának még mindig 38 nap szabadsága van. És ez sajnos egy eléggé bevált gyakorlat volt. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ütemezett módon ki kell adni. Ha most a hivatal úgymond bezár idézőjelbe, akkor ezeket a szabadságokat mindenképpen ki kell adni. Köszönöm szépen. Köszönöm. További. Jegyzőasszony, Margosz. Ennek a bennmaradt szabadságnak az lehet az oka, hogy a jogszabály szerint március 31-ig ki kell adni az előző évi szabadságot. Aki március 31-ig nem tudja kivenni a tavalyi évit, már pedig itt látható táblázatban sok embernek a tavalyi évi szabadságai vannak még benne, ezeket nem is tudja kivenni már a következő évben, tehát ezt a szabadságot ő csak akkor tudja igényként érvényesíteni, hogyha jogviszony megszüntetésre kerül a sor, és meg kell váltani. Sajnos ezt a jogalkotó így írta, így szabályozta is. Ami még nagyon fontos, ugye, ahogy látható a hivatalban, és most kicsit szűkösen voltunk, ugye az erdész kertből ide költözött közel két éve az a Szociális és Családsegítő Központ. Szerencsésen ők átköltöztek az új helyükre, viszont azt gondolom, hogy szükséges lenne valóban egy festés azokon a területeken is, illetve a pénzügyi irodában már sok helyen repedezik a mennyezet, tehát mindenképpen szükséges lenne egy szükségszerű és minimum javítási munkálatokra. A polgármester asszony irodáját is elfoglalták a kollégák, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ennek átszervezése következtében az adóiroda és a végrehajtás összeköltözne, esetleg másik helyre elköltözne, tehát több száz iratot, több ezer aktát kellene mozgatni, vagy kell is majd mozgatni, ami azért lássuk be, ügyfélfogadási időben nagyon nehéz, illetve ügyfélfogadási időn túl is fogadunk olykor ügyfeleket, ugye főleg anyakönyvi ügyekben, halálesetnél, stb., vagy aki a polgármester úrhoz időpont egyeztetésre van bejelentve. Ezt nehéz megoldani abban az esetben, hogyha folyamatos nyitvatartás van.
És ami a másik még, hogy ugye annyira kevesen vagyunk a hivatalban, hogy nem tudjuk megoldani a helyettesítés, egymás helyettesítését. Tehát van olyan kollega, aki másfél-két munkakört visz bizony bármennyire hihetetlen, és őket, tehát őt helyettesíteni ugye nem nagyon fogjuk tudni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valóban célszerű lenne, nyilván ebből egy picit tudunk spórolni is, ha nem is sokat, egy picit a téli hónapokban nyilván több lenne ennek a megtakarítás része, de kérem a testületet, hogy ebben támogassanak, és valóban meg lesz szervezve, tehát vetésforgóként nem két ugyanaz az ember, hanem minden nap két másik ember váltja egymást, és az ügyfélszolgálaton lesz az egyik kolléga, a másik fönn az emeleten, hogy telefonokat lehessen kezelni, és ugye a jogszabály értelmében 20 munkanap, vagy 20 naptár, 22 naptári nap az ügyintézési határidő, tehát ez a 10 nap azt gondolom, hogy még akkor is beleférünk a törvényi határidőben, a kérelmeket postán is el tudják juttatni a lakosok, de az ügyfélszolgálaton működni fog az ügyeleti szinten az ügyfélszolgálat, és a kérelmekkel be lehet jönni a hivatalba, és meg lehet keresni a kollégáimat. Köszönöm. Peter András. Lehet, hogy ugyanaz lesz a hozzászólásunk. Én annyit szeretnék mondani, hogy elméletben én egyetértek egyébként a festéssel, meg mindenféle renoválással, és valóban ez egy tök jó alkalom. Azt én most nem tudom, hogy ez egyébként egy betervezett, van-e rá költség, stb. Tehát én azt mondom, hogy elméletben igen, de ez a határozatunk, ez ne predesztinálja arra, azt mondom, az önkormányzatot, hogyha ezt nem terveztük be a költséget, akkor festünk, mert a testület elhatározta, de ha be van tervezve, akkor én örülök neki, azt hajrá fessünk, de én át is adnám a szót. Stjavula, elnök úr. Hát én most megint meglepődtem, már elnézést. Tehát teljes mértékben egyetértek egyébként az igazgatási szünet elrendelésével, és teljes mértékben nem értek egyet ebből az előterjesztéssel. És itt saját magukra mondtak terhelő dolgokat bizonyos személyek, akik ugye ezt elkészítették. Tehát először kezdjük innen a feladatleosztást. Első kérdésem, van egy no-name táblázat, ami tele van szabadsággal, 60 nap, 52, 54. Kérdezem, ki a felelős, hogy nincsenek kiadva időbe? Első kérdés. Második kérdés. Rendben van, hogy ilyen szabadságra mennek, oké, de a jegyzőasszony most azt mondta, hogy hoppá, itt lehet, hogy át kéne költözni. Nagyon kevesen vagyunk, nem tudunk dolgozni, majd elhalunk, de költözni akarunk. Minek költözünk a hivatalon belül akkor, amikor rengeteg idő, munka, elveszük attól a feladatellátástól az időt, ami meg szükséges. Tehát nem is értem. Tehát számomra ez megint egy ellentmondás, amiben most beleütköztünk. A harmadik, mi az, hogy minden nap? Tehát, hogyha igazgatási szünet van, akkor minden nap itt fog valaki ülni. Minek ül itt minden nap, amikor ügyfélfogadási időben lehet csak bejönni? Tehát nekem, én azt látom ebből az egészből, hogy nagyon akarunk, nem én, mások, igazgatási szünetet elrendelni, mindent bedobunk a kalapba, hát ha valami majd kijön. Mi lenne, ha egyszer egy korrekt előterjesztés jönne be, és büszkén ki lehetne állni, hogy igen, 32 nap van csak, bár 60 is lehetne, de időbe kiadtam, és nem avval büszkélkedek, hogy 60 van, és ezért muszáj a két hetet kiadni. Tehát itt rohadt nagy probléma van, elnézést kérek, de kicsit el kéne kezdeni gondolkodni ennyi év után, hogy most mégis mit csinálunk, és hogyan vezetünk egy hivatalt. Jegyzőasszony. Köszönöm szépen az észrevételét az elnök úrral, akkor úgy látom, hogy nagy fogalomzavarokban van az elnök úr, ugyanis ügyfélfogadás és ügyfélszolgálat az két külön fogalom. Az ügyfélszolgálat az a hét mindennapján munkanapokon nyitástól zárásig működik. Én erre gondoltam, az ügyfélfogadás az valóban csak hétfő-szerda meghatározott időpontokban, de az ügyfélszolgálat jelen pillanatban Pilis Csabán minden nap reggel 8-tól délután 4-ig, illetve hétfőn 6-ig és pénteken 2-ig működik. Tehát szeretném, hogyha egyszer eljönne egy hétig, és akkor megnézni az elnök úr, hogy mikor működik az ügyfélszolgálat, illetve
Én szívesen kiadnám a szabadságokat a kollégáknak, csak akkor valakinek be kell ülni a helyére és csinálni, aki ellene, aki nincsen. Tehát mondom, jelen pillanatban Pilis Csabán nem tud működni a helyettesítési rend, hiszen vannak olyan kollégák, akik több munkakört visznek, és nincsen más a hivatalban képzett szakember. Utalnék itt például pénzügyi gazdasági vezetőnek nincsen jelen pillanatban helyettese, mert szakmailag nem tudják helyettesíteni. Anyakönyvvezetőnek jelenleg a hivatalban nincsen helyettese. Sajnálatos módon az anyakönyvvezetői feladatokat is jelen pillanatban a jegyző látja el, ami szerintem nevetséges egy városban ilyen kategória, de akkor azt gondolom, hogy az elnök úr egy picit tájékozódjon először a hivatali helyzetről, és aztán tegyen bármilyen kijelentést, főleg, hogyha arra van bizonyítéka. Köszönöm. Elnök úr. Természetesen van, erre is. Több alkalommal, szerencsére fényképfelvétel is készült róla. Bejöttem a hivatalba, ügyfélfogadási időben, ügyfélszolgálati időben, akárhogy hívhatjuk. A barna függöny be volt húzva, az ajtó be volt zárva, fél egykor, délután kettőkor. Előfordult több alkalommal. Ez az elsőre a válaszom. Nem tudom, hogy ez hogyan működik, vagy mi a rendszere. Nagyon örülök, hogy jegyzőasszony látja el az anyakönyvvezetői feladatokat. Az a kérdésem mikor, mert az elmúlt egy hónapban nem láttam a hivatalba, és minden nap bejöttem. Tehát ez még a második kérdésem volt. És akkor majd a szabadságával is elszámolhat, amit egyébként majd kíváncsian fogok várni a következő elterjesztésnél. Köszönöm. Hát szerintem azért rövidesen zárjuk le, de még egy választ. Ha már személyeskedik az elnök úr, akkor jelezném, hogy én szombaton is tartok esküvőt, úgyhogy szombaton is itt voltam, nyilván akkor nem járt erre az elnök úr, de a tanácsnok úr itt volt, hál' Istennek a vendégsereg között, tehát tudja bizonyítani, ha ön ezt nem akarja elhinni. Köszönöm. Hát az óvodaépítés, ez kavar ekkora vihart nálunk, mint az igazgatási szünet. Én az egyetlen dolog, amitől egy picit is hajlanék arra, hogy esetleg ebből legyen valami, és az maga a tisztasági festés. Az összes többi az számomra nem érv, és azt gondolom, hogy a város lakói számára sem. Tőlünk az elmúlt 1-2 évben nem egyszer megkérdezték, hogy mi az értelme annak, hogy mi város lettünk. Továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy a város polgárainak a minél magasabb szintű kiszolgálása, és mikor nincsen, mert hogy az ügyfélszolgálat működik, persze valaki elveszi tőlem azt a papírt, de ha nekem egy pályázathoz kell egy nullási igazolás, annál bosszantóbb nincs, mikor én nekem 2 hétig azért kell megállnom, és nem csinálni semmit, pályázatot nem beadni, vagy bármit. Persze, ha ez tervezhető előre, mert hát azért saját pályázatainkból is tudjuk, hogy nem úgy működik a dolog, hogy meg tudjuk tervezni, mikor fogjuk kikérni a nullás igazolást esetleg egy helyi adóról. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy egy nem annyira kicsi ez a hivatal, és nem annyira vészes a helyzet, mint ahogy itt kirajzolódni szeretne. Tehát egy igazán tisztességes szabadságolási tervvel szerintem ennek a problémának pont a felénél tartanánk, és továbbra is az a véleményem, hogy a hivatali dolgozók terhelése nem egyenletes, nem ugyanannyit dolgozik, van, aki nyugodtan el tudna menni bármikor szabadságra, mert nem is biztos, hogy észrevennénk, és van olyan, aki nagyon-nagyon fog hiányozni 2 órára is, tehát ezzel teljesen tisztában van a képviselőtestület tagjai közül szerintem mindenki. Ettől függetlenül én, még ha a konstruktív javaslat, nekem fáj a 10 munkanap. Tehát akkor, hogyha már tartunk egy ilyen igazgatási szünetet, szerintem egy tisztasági festést, ha összekapjuk magunkat, 2 nap alatt meg lehet csinálni, a hozzátartozó takarítás szintén nagyon-nagyon szépen kitakarítva is 2 nap, tehát én azt gondolom, hogy ezt, hogyha 1 hétre mérsékeljük is, még a lakosság felé még mindig egy korrektebb verziót nyújtunk nekik. Az anyakönyvvezetői kérdése pedig, hát ez nem lett volna a napi rendhez tartozó ügy, de jegyzőasszony október óta tudja, hogy neki anyakönyvvezetőről kell gondoskodnia, úgyhogy az, hogy nincsen, az nem feltétlenül a képviselőtestület. Hát igen, van. És van még olyan dolgozónk, akinek van anyakönyvvezetői vizsgája? Igen, van. Akkor nem vagyunk anyakönyvvezető nélkül. Köszönöm akkor.
Csak azt szeretném kérdezni, ez a közigazgatási szünet elrendelés, ez mennyire általános a közigazgatási gyakorlatban? Veronika. Bocsán. Tájékoztatás jelleggel, amíg az ülés előtt körbenéztem a környező önkormányzatoknál, hogy ez mennyire bevett gyakorlat. Több fővárosi kerületben is bevett gyakorlat, ahol többszöröse a lakosság száma miénknek. A környező önkormányzatoknál Nagykovácsiban augusztus 4-től augusztus 19-én lesz nyáron, illetve decemberben is a karácsony előtti napoktól egészen új év másod-harmadnapjáig. Zsámbéki önkormányzatnál július 21-től augusztus 4-ig decemberben náluk szintén lesz karácsony környékén igazgatási szünet, illetve Pilisvörösváron járási központ augusztus 10-től augusztus 20-ig, illetve télen is szintén lesz náluk igazgatási szünet. Köszönöm. További kérdés. Nekem olyan információ van, hogy a főváros, ahol azért nyilván, hogy nagyobb apparátussal dolgoznak, egyetlen kritériumot támasztotta a hivatalával szemben, hogy az ügyfél fogadás nem állhat le. Az egy más kérdés, hogy mérsékli arra a két hétre, vagy arra az időszakra, és azt mondja, hogy mindig csak hétfőn, 2 órában a legsürgősebb esetekben. Tehát olyan nincs, hogy nincs sürgős eset, és nem csak az anyakönyvvezetői feladat az, ami sürgős eset. Én azt gondolom, hogy ez is megoldható lenne, de itt ebben mondom, nekem a varázsige a tisztasági festés. Szépen a szót. Azzal kezdtem a mondandómat, hogy az ügyfélszolgálatot megoldjuk, és minden nap nyitástól zárásig ügyfélszolgálat tud működni. Köszönöm. Nem további kérdés, észrevétel. Majd meglátjuk az internetes portálokon, hogy mennyire lesznek vele elégedettek a lakosok, hogy elfogadjuk. Mi a magunkét megharcoltuk, úgyhogy akkor én most határozati javaslatot felolvasom. Pélis Csaba város önkormányzata képviselőtestülete úgy dönt, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 199. törvény 232-es paragrafus 3 bekezdésében foglaltak alapján a Pilis Csabai polgármesteri hivatal 2014. évi munkarendjében 2014. július 21 napjától 2014. augusztus 1 napjáig terjedő időszakra nyári igazgatási szünetet rendel el. Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet alatt biztosítandó ügyeletet, szabályozó jegyzői utasítást adja ki. Határidő azonnal, felelős polgármester, végrehajtásért felelős jegyző. Aki a határozattal egyetért, kérem jelezze. 2, 3, 4. Csevola úr elfogadta. 5. Jó, akkor én maradtam egyedül. Aki tartózkodni kívánok ebben az ügyben. Úgyhogy elfogadásra került. További napi rendünk nincsen. Tájékoztatásul elvettem a papírom, polgármester úr üzeneteit is tolmácsolva. Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy július 1-én kedden a köztisztviselők napja alkalmából munkaszüneti nap lesz, így a polgármesteri hivatal zárva lesz, és ügyeletet sem tartanak. Július 4-én pénteken este 20 órakor a Csaba kertben kerül megrendezésre a Csabanapi rendezvénykörhöz kapcsolódóan Damien Charlie koncert. 1000 forintos jegyek a Clarissa házban és a helyszínen is kaphatók. Várjuk szeretettel az érdeklődőket. Július 5-én szombaton a Csabanapi rendezvények, egésznapos rendezvények, színes, változatos nemzetiségek, ételek bemutatója, néptánc, fúvós zenekar, cigánynépzenével és esti koncertekkel, Wolf Kati, Csobot Adél koncertekkel ingyenesen. Várjuk szeretettel a tisztelt Pilis Csabai polgárokat. Szeretnénk bejelenteni, hogy a Szociális Családsegítő, Gondozó és Családsegítő Központ a hivatal épületéből elköltözött, és a templomtéri uradalmi házban kapott helyet.
Reményeink szerint most már teljes gőzerővel rövidesen az új intézményünk, a PIVI is megkezdi működését. Rá nem vonatkozik az igazgatási szünet, úgyhogy Győri Gábor vezetésével az új intézmény a templomtéri Clarissa házi székhelyjel megkezdi működését. Július 13-án a Garancstető Egyesület szervezésében oldtimer találkozó lesz, és este a VB döntő közös nézésével, közös szurkolásával zárul a program. Szeretettel várnak mindenkit. És köszönöm a részvételt. Nekem több észrevételem, hozzászólásom, meghívásom nincs. Hogyha valakinek van, nincs, akkor köszönöm a részvételt. A testületi ülés 18 óra 41 perckor bezárom. Köszönöm a részvételt.